újra a füzesabonyi labdarúgásról ír a Heves megyei sajtó, és újra neve van a füzesabonyi labdarúgásnak itt a megyében, és egy új névvel is gazdagodott az FSC, FSC Erős Út Kft. Néven. Köszöntöm a stúdióban Erős Róbertet, a csapatnak a névadó szponzorát. Régi ismertségünk okán tegeződni fogunk. Hogy kezdődött neked a labdarúgás iránti szerelem? Igazából nagyon szépen köszönöm a meghívást, Péter. Köszöntöm én a kedves nézőket. Hát ez kisgyerekkoromban kezdődött, ugyanúgy, mint a átlagos falusi gyermekek. Én is besenyőtelken kezdtem el futballozni. Majd a középiskolában Egerbe nevelkedtem tovább, ifjúsági szinten. Aztán ez addig-addig alakult, még a felnőtt csapatig eljutottam. Ez milyen szinten volt? Egerben MB2 ifjúsági csapatban játszottam, a Zsidai Józsi bácsi kezei alatt, aminek ugye nagyon-nagyon-nagyon sok tapasztalatot szereztünk. Felnőtt szinten, hát igazán egy pár meccset játszottam MB3-ban Besenyőtelken. Utána a futballt különböző okok miatt abba hagytam. Mit adott neked a labdarúgás gyerekként és ifjú korodban? Hát az öltöző, ahogy szokták mondani, sok mindenre megtanítja az embert. Rend, fegyelem, tisztaság és ennek nagyobb a tisztelet, ami én úgy gondolom, hogy az életben elsődleges szempont kellene, hogy legyen. Sok mindenre megtanít, ez összetett dolog, aki öltözőben nevelkedett, azon észre lehet venni. De mit lehet észrevenni? Hát ez a jellemét tekintve az, hogy egy társasághoz tartozik az ember, az egy maga egy olyan közeg, ahová ugye be kell illeszkedni, alkalmazkodni kell az embertársaihoz. Tehát úgy érted ezt, hogy azok az emberek nem hiszik azt, hogy körülöttük forog a világ? Persze, abszolút. Abszolút. Igen. És kik voltak a mestereid? Vagy lehet, vagy példakép? Hát a példaképeket tekintve ugye a 90-es évek közepétől egészen a 2000-es évek közepéig, hát a brazil csapat ugye szárnyalt mindenki, az akkori nagy játékosokat kedvelte, ugye a Ronaldót, a Ronaldinhót, ezekről forgott a világ. Számtalan olyan ember volt, akitől mi is tanultunk, de én akire legbüszkébb vagyok, az a Zsidai Józsi bácsi Egerben. És miután az ifjúsági csapat, tehát elvégezted a középiskolát, igen, akkor jött a hogyan tovább, és hogyan alakult a te életed? Igen. Úgy, amikor én leérettségiztem, közben elvégeztem egy volt vezetői, üzletvezetői tanfolyamot is, egy menedzser képzői tanfolyamot is, akkor szerettem volna menni, mint a feleségem főiskolára. Milyen szakra? Testnevelés szakra mindenképpen, majd felvettem volna vele valami szakot, aztán, hogyha mondjuk az gyengébb lett volna, majd kezdtünk volna vele valamit. De úgy adódott, hogy feleségem meg az édesapja útépítéssel foglalkozott, és a nyári szezonban megkért, hogy menjek el vele. És igazából innet a foci abba is maradt, és kezdődött a másik élet. Ez a 90-es évek, ugye? 99-2000. Milyen szinten volt, hiszen sokan mondják, hogy Besenyőtelek egy ilyen útépítő vállalkozásoknak a települése. Milyen szinten volt, mozgott akkor ez a szakma, ha lehet gyerekcipőben, gyerekcipőben járt. Igazából a dolgozók többsége a budapesti közterület fenntartóhoz jártak föl dolgozni, kisebb, hosszabb időszakokra. Na most ezt a lehetőséget használt, aki a feleségemnek az édesapja, és szerzett kapcsolatokat, és akkor egyre több egyéb magán megrendelések is keletkeztek nála, amiket már azokon kívül, hogy elvégezte az ottani feladatot, el tudtunk végezni. És neked milyen feladatod volt? Hát ebben? Akkor teljes mértékben segédmunka. Tehát akkor ugyanúgy, mint ahogy most látjuk kint az embereket dolgozni, pontosan. Te is lapátoltál, ültél az autóban, az úthengeren. Pontosan. Sőt, ez úgy kezdődött, hogy
az első számú segédmunkásból lettem utána egy csapatvezető, úgymond. Tehát már maga rám bízták a feladatot, hogy fölvigyem őket a munkaterületre. Igaz, a munkát még nem én osztottam ki, mert sokkal tapasztaltabb emberek voltak, de hamar rájöttem, és egy pár hónap után én úgy gondoltam, hogy én nem is fogok tovább tanulni, hanem ebbe megtalálom a számításomat. Tehát akkor el lehet mondani, hogy te fokozatosan lépkedti fel a ranglétrán? Pontosan. Pontosan így volt ez. Pontosan így volt ez, és ez a mai napig így van, ugye, hogy a dolgozók hiánya miatt sokszor be kell szállni még a mai napig dolgozni. Én megnéztem a céginformációt, most az Erős Út Kft.-nek a tavalyi bevétele az közel 1,5 milliárd forint volt. Mennyi embert foglalkoztatsz, és mennyi munkagéped van? Fú, a létszámot tekintve, ha jól tudom, most fix állandó munkaerő 35-40 fő között van, ebben vannak alkalmi, ezen felül vannak alkalmi dolgozóim, és hát számtalan alvállalkozóim, akiknek a számát most pontosan nem tudom, hogy milyen létszámmal dolgozunk. Én úgy gondolom, hogy a 70-80 fő az, akit most foglalkoztatunk. És ebbe a vállalkozói létbe, amit gondolom, egész embert kíván, és nem az van, hogy reggel 8-tól délután 4-ig, és akkor letesszük a lancot, és akkor jöhet a szabadidő, hanem ez egy egész embert kívánó feladat, főleg úgy, hogy vezetni is kell ezt a vállalkozást. Hogyan jött az, hogy te futball úgymond támogató vállalkozó leszel? Igazából egy napom úgy néz ki most, hogy jobban belelássanak a nézők is, meg te is, Péter, hogy ugye 2009-ben alapítottam az Erős Út Kft.-t, de mint mondtam már, apusommal korábban is, mint vállalkozó működtünk. Ez minden a fél ötkor kelést jelent, 5 órakor találkozok az emberekkel a telephelyen, megbeszéljük a napi feladatokat, elosztjuk, hogy ki merre, hogyan, elindul a munka, közben különféle feladatokat, ügyintézéseket, szerződéseket el kell látni, és utána, hát amikor a nap vége, az akkor van, amikor a legutolsó megbeszélésem is van, ez van, amikor este 8-9-10 óra, mikor hazaérkezem. A futballal kapcsolatban pedig, ugye korán ki kellett belőle szállnom, mint aktív játékos, de hamarosan alakítottunk ott a gyerekkori barátaimmal egy kis pályás csapatot, ami abból tevődött össze, hogy hétfőn esténként az Egri Városi Bajnokságba, szombatonként pedig a Füzesabonyi Városi Bajnokságba is indultunk, mint kispályás csapat. Ez abból tevődött össze, hogy hát akkor összességében ebbe a szakmába dolgozók és a gyerekkori barátaink összegyűltünk, aztán játszottunk egy mérkőzést. És hogyan lett az, hogy téged meghívjanak, hogy támogasd mondjuk a szülőfalu csapatát? Hát ez a polgármester úr invitálására történt elsősorban, ugye, hogy a vállalkozásom gyarapodása lehetővé tette, mindig az adott keretein belül támogattam a helyi labdarúgást. Ez azt hiszem, hogy 11 évig volt pontosan, a idei év nyaráig. Ott is kisebb összegekkel, még egyszer mondom, hogy a vállalkozásom engedte, majd ott is névadó szponzorrá léptem elő, ahol az összes játékosnak a leigazolásában ugyanúgy részt vettem, mint a mérkőzések lebonyolításában. Amikor csapatot váltottál, úgymond, mint névadó szponzor, erre kíváncsi lennék, hogy téged hívtak, téged kellett győzködni, vagy te akartál lépni besenyőtelekről? Hát igen, ez egy elég érdekes kérdés. Több beszélgetést folytattunk a itteni vezetőkkel, először humor szintjén, de mindenképpen szerettem volna egy nagyobbat lépni, és besenyőtelken korlátozott akkor körülmények, ugye ezt már beszéltük róla, nem tudtuk infrastruktúrálisan sem, és utánpótlás szinten sem ezt lekoordinálni. Én ezt közöltem legelső sorban az elnök úrral, polgármester úrral, teljes mértékben megértette,
hogy más célokért szeretnék küzdeni, és akkor innét jött a füzesabony. Amikor egyenesbe kerültek ezek a dolgok, akkor álmodtunk egy merészet, és ez alakult ki most belőle. Itt van egy csapat, ami jelenleg vezeti a megyei első osztály tabelláját. Mi a cél jövő nyárra? Mindenképpen a bajnokságnak a megnyerése. Ezt legelső perctől kezdve kitűztük magunknak, és úgy is alakítottuk ki a keretet, hogy ez alkalmas legyen a megye első osztályú bajnokság megnyerésére. A bajnokság megnyerése az nem egyenesen adódik azzal, hogy MB3-asok is vagyunk. Jelen pillanatban a versenykiírás egy osztályozó mérkőzést von maga után, tehát hogyha bajnokok is lennénk, ott várnánk egy osztályozó is, hogyha ott nem tudunk sikeresen szerepelni, akkor az egész évünk kukába megy. És milyen feladatot látsz el te? Azon kívül, hogy persze biztosítod az anyagiakat. Hát a szereléstől kezdve a edzéseken való részvételig mindenben úgymond kicsit szeretem bele ütni az orromat, mindent szeretek tudni, amikor időm engedi, minden edzésen kilátogatok, szeretek tudni mindent a játékosokról, milyen állapotban vannak mentálisan, fizikálisan, beszélgetni velük. Igazából nagyon-nagyon magamének éreztem mindig is, mikor ilyen szinten elkezdtem a labdarúgással foglalkozni, mert hiába, hogy Magyarország negyedik osztályába játszunk a megye első osztályba, de tudom, milyen fontos játékosként is olyan szerelésekbe, olyan körülmények között pályára lépni, készülni a mérkőzésekre, hogy még jobban futballistának érzze magát, még ezen a szinten is az ember. Lehet azt mondani, hogy ezek az ifjúkori álmaidnak a beteljesülése, amit most csinálsz? Igen, lehet mondani. Igen, abszolút lehet mondani. És mi a következő cél? Ha van egy ilyen kitűzve. Igen. Tehát a határa csillagos ég. Én úgy gondolom, hogy ha egy üzlet beindul, ezt értem a vállalkozásomra is, ott az minél több embert vonzhat maga köré, akinek ez szimpatikus lehet. Az MB3-ba jutás az elsődleges célunk most, ott pedig én úgy gondolom, hogy minél magabiztosabb megtartása. Köszönöm, hogy eljöttél a stúdióba, és hajrá, Füzesabony! Köszönöm én is, és hajrá, Füzesabony!